Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a német sajtónak adott interjújában egyebek mellett azt mondta, hogy elfogadhatónak tartja a tárgyalások folytatását Oroszországgal a fegyverszünet érdekében. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a háborús bűnök elkövetőit, beleértve Oroszország legfelsőbb vezetőit is felelősségre kell vonni. Azt azonban nem szabad hagyni, hogy egy újabb befagyott konfliktus alakuljon ki, hangsúlyozta az ukrán külügyminiszter.